Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Isten hozott mindenkit itt a Szent Anna réten. Köteles László vagyok, a Világ Királynői Engesztelő Mozgalom elnöke, és az egyik társszervezője ennek a rendezvénynek. Többek között a Világ Királynői Engesztelő Mozgalomért Alapítvány, a Szeretett Láng Mozgalom, a Világ Győzelmes Királynője, a Szent Korona Lovagrend, Magyarok Szövetsége, Szép Havasok Egyesület, és még sorolhatnám, hogy hányan törekedtek arra, hogy egységben legyünk, és itt a Szent Anna réten, ahol 71 évvel ezelőtt valahol ezen a helyen helyezték el az alapkövet, és hát azóta is várjuk ennek az engesztelő kápolnának a megépítését. Néhány évvel ezelőtt, 2012-ben, amikor újra szerveződtünk, akkor, amikor elkezdtem mozogni ebben az ügyben, akkor azt mondták nekem, hogy a pusztában is lehet imádkozni. Hát igen, azt tesszük most is. És hát a Világ Győzelmes Királynője, a Szent Korona Lovagrend hosszú évtizedek óta minden első szombaton itt imádkozik a Szent Anna kápolnánál. És hát így van ez most is. Sőt, most már nem csak első szombatonként, hanem minden szombaton. Itt lehet találkoznunk a szűzanyával, mert mindenkit vár a Világ Győzelmes Királynője. És ha nagyon rossz idő van, akkor a Kútvölgyi kápolnában tartjuk az engesztelő imádságokat. Általában 15 órakor vannak az engesztelő szentmisék. A téli időszakban kicsit korábban, vagy 14:30-kor, vagy most éppen 13 órakor. De a Kútvölgyi kápolnában már reggel 8 órától szentségimádáson általában 12 óráig, és onnan jönnek föl ide az engesztelő testvérek. A világkirálynője.hu, illetve a Világ Királynője Facebook oldalon napi frissítéssel mennek a hírek és az események. Sajnos sem telefonon és levélben nem tudunk ilyen méretű tömegeket egyszerre tájékoztatni, tehát ezért javaslom, hogy próbáljanak az interneten tájékozódni ezekről az alkalmakról és az eseményekről. De minden szombaton és minden első szombaton itt vagyunk, általában 15 órai kezdettel. A Szűz Máriához szoktunk imádkozni kilencedeket. Minden nap kilencedet mondunk, ebben a mai napon a hatodik napnál tartunk, és minden első szombaton pedig a nagy kilencedeket, amelyeket minden első szombatján imádkozunk el. Én itt a rendezvény elején megkértem néhány engesztelő testvéremet, hogy a 9-hetben vegyen részt, és az 1-1-10-et imádkozunk együtt. Kérem, akiknek szóltam, jöjjenek ide a fához, hogy zökkenőmentesen tudjon a 9-hed lefolytatódni a Szent Mise előtt. Az imádságoknál mindig szoktunk törekedni arra, hogy figyelembe vesszük azokat a kéréseket, amelyeket telefonon, levélben, vagy egyéb módon kérnek tőlünk, és így szokott lenni itt a Szent Anna réten is. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk a békéért, ezért jöttünk ma össze, hogy a körülöttünk lévő és kialakulóban lévő nehézségeket leküzdjük, és 1947 karácsonyi körlevelében a püspöki kar felhívta az egész nemzetet az engesztelésre, és azt mondták, hogy egyetlen reményünk van az imádság, és ebben próbáljunk segítséget kérni az égieknél, a szűzanyánál. Imádkozunk el a békéért, elöljáróinkért. Ma elmondhatom azt, hogy ma van az évfordulója, ha visszatetszenek emlékezni, egy évvel ezelőtt pont első szombatra, első péntekről szombatra történt az a természeti csapás, aminek a nyomai még mindig láthatóak. És bizony, minden döntéshozónak észre kell ezt vennie, hogy nem volt véletlen. A héten voltunk előjáróinkkal a 12. kerület vezetőinél, Pokorni Zoltán polgármester úrnál, és szívélyesen fogadott bennünket, és biztatott bennünket azzal, hogy előkészítési folyamatban van az engesztelő kápolna terveztetése. Ez azt jelenti, hogy többször tárgyaltak a bíboros úrral és a bíboros úrral úr szakembereivel. A mozgalmunk vezetőjét is már fogadta a bíboros úr, és volt tárgyalásunk, egyeztetésünk az engesztelő kápolna ügyében. És most ott tart az ügy, hogy a
az Egyházmegye és a 12. kerület vezetése dolgozik azon, hogy hamarosan kiírják az ötletpályázatot az engesztelő kápolnára. Ez valószínűleg január elején történik meg, majd azt követően márciusig gyorsított eljárásra próbáltuk gyorsítani, de ez a gyorsított eljárás, tehát legalább 60 nap szükséges ahhoz, hogy egy pályázatot be tudjanak adni kellő felelősséggel. És azt követően, ha ez megtörténik, akkor indulhat meg, és ha kiválasztják az egyháznak is tetsző kápolna terveket, akkor indulhat meg a terveztetése, és reményeink szerint a jövő évben már az építése is. Ezen dolgozunk, és ezért fontos, hogy személyes jelenlétünkkel, engesztelő jelenlétünkkel demonstráljuk azt, hogy szükség van az engesztelő kápolnára, és látom, hogy egész Soprontól, Zemplénig, északtól délig itt vannak az engesztelő közösségeink, és imádkozunk. Nemzetünkért, közösségeinkért, családunkért, születendő gyermekekért, az üldözött keresztényekért, az üldözőikért, a migránsokért és a betegekért.